A dolgok néha nem úgy alakulnak, ahogy szeretnénk. A hívő ember ilyenkor hajlamos arra, és jó is teszi, hogy a Jóistenhez fordul, hogy megértse a helyzetet, hogy elmondja a kérését, és várja, hogy a Jóisten lépjen valamit. Persze, Istennek az útjai nem a mi útjaink, ezt nem mindig könnyű elfogadni. A szűzanyát, mennyei édesanyánkat különösen is rohamozzuk különféle kéréseinkkel. És ezt is jól tesszük, hiszen a szűzanya azért lett mennyei édesanyánk, mert Isten rendelte őt annak. És Isten rengeteg kegyelmet adott át neki, hogy tudjon nekünk segíteni, hogy megtapasztaljuk, hogy tényleg ő nem csak a megváltónak volt az édesanyja, hanem a megváltó egész családjának az édesanyja. Jan Twardowski atya a következő sorokkal, aminek az a címe, hogy egyetlen angyal nem segített, egy ilyen helyzetre reflektál. Mikor a kereszten haldokolt, nem történt csoda. Egyetlen angyal nem segített. Fejét nem mosta eső, a bamba mennykő máshová csapott le, s a leleményes szűzanya csodával el nem érte. Hinni azt jelenti, bízol, amikor nincs csoda, ami a legjobbat akarja, de nehezíti a hitet. A helyzet az, hogy mi egy gyönyörű nagy vállalkozásban vagyunk szereplők, a Jóisten nagy vállalkozásában, a teremtés és megváltás csodájában, az ő országának az építésében. A terveket ő tudja, az utat ő tudja. A mi feladatunk az, hogy ráhagyatkozzunk, hogy a saját szabad akaratunkkal, a legjobb akarattal hozzájáruljunk, és tegyük is azt, ami hitünk szerint építi ezt az országot, de hogy el tudjuk fogadni, hogy nem mi határozzuk meg a játékszabályokat, nem mi határozzuk meg a dolgok alakulását, az Isten bizonyára fölépülő országának, biztosan felépülő országának a megvalósulását. Adja Isten, hogy csoda nélkül, egész szívvel, lelki békességgel tudjunk szeretni és szolgálni a Jóisten nevében.